Szép estét mindenkinek! Remélem, jó a hang, és nem szokott. Kérek egy visszaigazolást. Ma 2021. augusztus 27-e, és szakadt. Akkor lehet, hogy a kamerát visszavonom, és akkor jobb lesz a hang. Én üdvözlök benneteket, én most Splitbe vagyok az Adrián, de úgy gondoltam, hogy ne hagyjuk ki ezt a teket, múlt héten ünnep volt, és így jobb a hang. Észrevettem, hogy jó az internet, bár nem is használtam a számítógépet napokba, és látszik-e a prezentáció. Azt hiszem, hogy nem. Mindjárt megnézek. Így. Most kijónak kellene. Még szakadozik. Akkor nem tudom. Nekem itt teljes internet van. Ötös itt van mellettem. Ettől jobbat nem tudok. Jó. Még szakadozik. Oké, megpróbáljuk.
Már itt vagyok. Az is lehet, hogy az operát, én soha nem tartottam az operát, de azt kérték, hogy kereljek. Meglássuk most, hogy oké. Okay. Így, ha menjünk tovább, a Skyway Hurt technológia, amit mi finanszírozunk már 2014. június óta, ez egy jövő, de lehet mondani jelenszállítási rendszere, és itt a Belorussziában már kiépítették néhány szakasz, ahol le lehet tesztelni is ezeken a pályákon, és többféle járműket már teszteltek és certificíroztak. A 2021-es év, ahol elindultak a célprojektek építése, és tudjuk azt, hogy ez a 400 méteres kész már le van tesztelve nappali éjjeli üzemmódra is, és a 2,4 kilométeres kettő, ami majd a egész a kikötőig, a sárgyai kikötőig lesz később bővítve. Itten lesz egy pálya, meg szállítási rendszereket tesztelnek, meg lesznek állomások, ami már üzemmódba is lesz. Tervezik befejezni, és a üzemmódba fogják majd tenni. Mi úgy kerültünk ide, hogy a befektetés egy crowdinvesting opció, ahol most már majdnem 400 ezer befektető segíti a projektet, és a cég meg ezzel a pénzzel 15 külön fázisba elosztva építették és fejlesztették ezt az egészet. Van egy cég, a Skyworld Community, ugye volt Skyway Capital, most megváltoztattak tavaly, és rajtuk kezdődött befektetni ebbe a... Nem, lehet, hogy most kicsit jobb a hang is. Az információkról egy pár dolgot. Volt egy konferencia, de legtöbbnyi 95% arról beszéltek a szervezésről, és majd ezt elmondom a másik részbe. A sárgyai utas és a konferencia, amit ott a 2-én tartanak. Az volt a terv, hogy a 15. fázisba, ez az elején terv, 2014-ben még megcsinálták, hogy az legyen a gyors pálya építkezés, de erre most nem, akkor nem volt még szó rá, hogy ezt a Sárgyába fogják csinálni, hanem Belorussziába. És mivel ott nem kaptak sokáig engedélyt, még most nincs minden kész, úgyhogy úgy döntöttek, hogy Dubajba fogják majd ezt építeni, 15. fázisba fel is lesz építeni, fel kell majd építeni, de ez 200 millió dollárba kerül, ez a célprojekt, mert 500 km per órával fognak menni a Unilet, vagy a Unibus, a gyors Unibus, és akkor erre természetesen nem mi szedjük össze a pénzt, mert a 15. fázisra csak 25 millió dollár terveznek összeszedni, és ha nem találnak befektetőt évig, addig a 14. 4 plusz 2, 3, addig akkor az is egy opció, hogy kimenjenek a tőzsdére, és ott adjon részvényt dollárig, de akkor 6 hónap után már pénzünk is fel lesz szabadítva. Úgyhogy erről most a konferencián
nem hoztak konkrét döntéseket, de ha lesz majd új információ, természetesen átadom. Most a diszkont körülbelül olyan, ha egy a 30-al, és ezt tudtuk még a 5.-6. fázisban, aki belépett, hogy minden fázisban csökken a diszkont, a célprojektek építése és a kimenete. Úgyhogy most egy 1000 dollár 30 000 tulajdoni hányadot kapunk, amíg 30 000 rész a tőzsdén. Ha meglátjuk, ez egy feljáték, mert az, aki már 5 éve be, az lehet, hogy 100-200 több diszkonttal is kapott, de időt kell neki várni. Úgyhogy igazából egy részvény 1 dollár lesz, és 30 000 az 30 000 dollár, ami most 1000 dollár meg lehet kapni. A minden különböző lehet választani, a bűrodában ezt nem megyünk most pontos mindegyiket, mert ezt csak azokat, akik most újonnan lépnek be, és egy rövid magyarázat. Mindig vannak olyan kuponok, akinek első vonalba, akit szponzorált a csomagot, akkor még plusz 50% tulajdoni a következő vásárlásra. Ezt a kupont lehet is adni, akinek az első vonalba, vagy saját maga ki tudja használni. Erről beszéltünk, ez a gyorspálya építkezés, ami Abu Dhabi Dubai fele, 60 km, később ugye ez több mint 100 km lesz, 120-130, nem tudjuk pontosan, és mikor ezt kiépítik, 2 éven belül a certifikáció. Tudjuk, hogy Mohammed bin Rashid, a dubai uralkodója és sejk, aki az első 10 leggazdagabb, nagyon tetszett ez a Skyway technológia, és látogatták, és azt is tudjuk, hogy a Sharjah-ba az a tesztelés, ahol ha minden rendben lesz, akkor ők azt ígérték, hogy 50 milliárd dollárnyi célprojektet fognak majd megrendelni. És ezek szerint minden tesztelés után már lehet látni, hogy jól működik, és most már kezdték kötni a szerződéseket. Az idén még 3-at, jövőre meg még 10 szerződést terveznek megkötni és indítani a építkezést, ami nagyon fontos, hogy már 2023-ra sok ilyen nagyobb projekt már teljesen módban lesz, és nem kételkednek a rendelésre. A Sharjah lesz az első elektromos Skypod a városa a világon, és ez a céljuk, és a Skyway ebbe segít. Azt is lehet, hogy olvastátok, hogy az Orosz Tudományos Akadémia a Unitsky technológiát a legköltséghatékonyabb közlekedési rendszerre valták be, és ezek szerint látszik, hogy még konkurenciánk, mert a világon. A vietnami média a Skyway-ről lehet elolvasni, hogy írtak, hogy
formaterv nagyon hatékony és célprojekteket tervezik a Vietnámban. Úgyhogy sok média már írt erről. Aki ingyen szeretne utazni Sárgyába október 22-én, még 4 nap van a Global Expo maratonig, meg lehet a webirodába, hogy jöttök, és milyen ajándékot tudtok kapni, ugye megvan a bronz aranyszint, és megvan adva, hogy milyen ajándékot kapnak. A ezüst és az arany az limitálva van a létszám, de a bronz az jobb diszkonttal lehet azoknak, akik elérik ezt a célt. Itt lehet látni, hogy melyik szintet értitek el, és mi kell még, mi hiányzik. A bronz, itt ezen a példán látszik, hogy ez is futottnál csak a struktúrába kell még új embert behozni, aki minimum $100 havi részletfizetéssel indul. Az aranyfokozatnál itt a példányban, itt még hiányzik a 20 000-ig, azt hiszem, hogy 17-8 000 dollár van az első vonalba, úgyhogy ha az arany fokozatot is el lehet még ebben 4 napba. A osztalék kifizetése, és itt mondanák egy pár szót, mert az emberek kérdezik, mikor tudunk pénzhez jutni. A lényeg, hogy a cég akkor tudja úgynevezően vásárolni a részvényeket, csak a felesége lesz. Azt neki természetesen a pénzből, ami bejön, és a régi befektetőket, mert egy olyan nagy büntető büntetéssel járna, és lehet, hogy le is zárjuk az egész céget. Úgyhogy eladni a célprojektet, és akkor tud. Úgy van a tervben, minimum 20% nyereség meg a kis befektetőknek, mint osztalék. És csak akkor tud a cég fizetni osztalékot, ha lesz neki egy bevétele. Úgyhogy ilyen, és reméljük, hogy az idén ezeket a célprojekteket, amit aláírják, hogy mennyi nyereség. Úgyhogy legalább azokat az idősebb befektetőket, meg a befektetőket, ha vissza akarják vásárolni valamilyen jobb diszkonttal, akkor azokat, hogy kisegítsik. Mi járunk 1 évet vagy 2 tőzsdén, és akkor el tudjuk venni valamennyi részvényt. Nagyon sok információt lehet megszerezni, akit érdekel a technológia, hogy hogyan készülnek ez a járművek. Ez nem csak egy vagonok, vagy egy motor nélküli, mit tudom én, milyen jármű. Ez egy teljesen komplex, nagyon modern és felszerelt klímaberendezéssel vannak ezek a járművek. Ugyanúgy a sinek is, vagy ez a vonzó kötelek, ahogy mondom én, minden ez egy új technológiával készül. Ott a Sárgyában már építettek 2 ilyen fújót, mint a hajszárító, és ha sivatagban, ugye tudjuk, hogy sokszor vannak nagy szelek, és felviszik a sivatagi homokot, a port, akkor ezzel le lehet fújni, és egyszerűen tisztán mehet, kopik ki se a kerék, se ezek a sinek. Azt is már lehet látni, hogy Minszki járnak, a sorozat gyártás már elkészítve, és most már több járműt legyártottak, és teljesen el vannak készülve az új projektekre. A Marina Gorka Ekotechnoparkban
már ugye sokan voltatok, mi is háromszor. Az idén úgy látszik, nem lesz semmi megszervezve, ha Sárgyába lesz majd a Ecofest. De majd biztos, hogy egy-két év múlva a vírussal, és tudunk majd könnyebben utazni. Most is a dubai útra, aki nincs beoltva, annak egy 72 órán belüli PCR tesztet kell majd bemutatni, és vannak olyan országok, ezt ma kaptam információt, például Horvátország, akinek ott még egy tesztet kell majd várni a hotelbe. Úgyhogy ez is egy jó információ, mert akkor a Albánia, Macedónia, Szerbia, Magyarország, Németország, ezeket a, tudom az országokat biztosan nem kell ottan, de Horvátországnak horvátországi állampolgároknak ott a még egy PCR teszt, és akkor másnap már és nem tudom mennyit maradunk majd ottan, úgyhogy vannak szervezve több, azt hiszem 4 turnus, de ahogy látom, a Sárgyába bármikor majd ele. A Irisa azt mondta ma a konferencián, hogy kiállításon meglát, meghívnak mindenkit a paketot ott meglátunk, és utána el lehet menni Sárgyába, szervezve a ingyen, nem kell külön taxit fizetni, mennek majd ezek a és a kiállításról el lehet menni Sárgyába, ottan mindent kipróbálni, meglátogatni, és akkor ugyanúgy vissza busz a pontba, ahol van a kiállítás. Úgyhogy ezt akkor lassan majd fogunk szervezni. Én feltettem a kérdést, hogy ilyen 30-50 személyre hogyan tudunk mi majd oda elmenni, de azt mondták, hogy még majd megbeszélik, nem tudtak választ adni konkrétan, de ezt akkor majd megszervezzük. És akkor kiszúrunk egy dátumot, és októberben, novemberben mindegy, el tudunk menni. Azt is tudjuk, hogy több certifikátok, nemzetközi szabadalmak, már több mint 50 a világban. Érdekes, hogy a Unity-nak van ez a U-Hype, amit a Elon Musk most készített, bár megálltak vele a tesztelésre. Tegnap olvastam egy hírekben, hogy 2027-re tervezik ezt tenni, és már 80-as írt erről a 1100 km sebességgel, ugye, ilyen vákum csövekbe. Szeretnék ezt megcsinálni. De a Junicki sorba megy, úgyhogy most előbb a 500 km sebesség, és utána majd jön ez a jó Hyperloop, ez teljesi pénzbe is kerül, úgy elindítani, mert biztos, hogy több száz millió dollárba egy rövid pályát is elépíteni, legalább annyiba fog majd kerülni. Különböző országokban összesen 36 épület van, finanszírozunk ezt a svéd SSAB céggel kötöttek szerződést, még 2019-ben már megkapták ezeket a felépítésre. Megvan a Skyway Plaza, irodaház, kötöttek szerződést a RTA közlekedési minisztériummal, Dubai minisztériummal,
ugye mi is két évvel ezelőtt megoldottuk. Valamelyik nap valaki kérdezte tőlem, nem jutott eszembe. Annyiba akkora területet kaptak Sharjahba, és akkora területet kaptak Abu Dhabiba, de ezt még nem mondták meg, hogy hol, ez most hivatalos információ, úgyhogy Abu Dhabiba is lehet majd építeni valamit, vagy valami, egy célprojektet, nem tudom pontosan, de ez azt még a Sharjahi az össze van kötve autópályával, úgyhogy autópályával direkt oda lehet menni, és minden busz, autó, taxival oda lehet kerülni. Van az a cím is nekik, de a Google-on megmutassuk a sofőrnek, és már oda vezet. De ha ottunk, akkor már meg van szervezve a buszozás oda-vissza, akkor azt kihasználjuk, úgyhogy akkor meg tudjuk tudni. Mert mondom, én mikor voltam, itt csak alapok voltak, nem volt egy oszlop se, ezt az egy házat kezdték építeni, a falakat, úgyhogy nem volt mit fényképezni, de már két hónappal később, mikor voltak a német csoport, akkor már lehetett valamit látni. Úgyhogy kicsit korán mentünk oda, de az is fontos volt, mert sokan, akik jöttek velünk, főleg Szlovéniából, voltak a partnereink, mi is egy busszal, mégis meglátták, hogy valódi létezik, és később kaptunk sok nagy befektetőt is, úgyhogy érdemes volt a kiutazás. Megdöbbentő, hogy ez a az egész projektek egy automatizálva, legmodernebb technológiával irányítva, a teljesen automatizálva működő rendszer, amit még a világon nem lehet látni. Vannak ilyen próbálkozás, tesztelés, de az idén is ezzel fog menni. És remélem a Kaurfakani csak, mert ahogy egy három ezelőtt beszéltük, egy nagyon magas rangú mérnökkel, a főnök 500 valami mérnök, ő azt mondta, hogy mi, melyik nap volt az hétfő, meg pénteken jött haza Minszbe, és Sharjahba aláírtak egy új szerződés, akkor még most sem nem tudom, hogy melyik szerződés, nem, nincs még hivatalosan, de egy szerződés, és ez nagyon fontos. Mi természetesen úgy szeretnénk, hogy minden nap legyen egy új információ, egy új szerződés, de ezek egy, hogy teljesen tesztelik is. A másik, a kettő, meg az, hogy olyan kuncsaftokat, olyan országokat kell találni, akik akarják az új technológiát, meg ki is tudják fizetni. És ezért ezek az arab országok, bár itt a Vietnám is most már nagyon közeledik, ezek, akik szeretik ezt a kihívást, és akarják fogadni. A másik részül meglátják ezeket a járműveket, mikor valaki egyszer beül oda, és utazik vele, akár egy pár száz métert is, mint Minszbe, akkor a teljesen másképp gondolkodik. Akkor érezzük azt a projektet, és érezzük, hogy ez létező. Ugye tudjuk, hogy most már a National Reporterek is, vietnámi, indiai újságírók, ugye a Ronak Koteha, az
sok indiai újságíró is nagyon megdicsérte, nagyon pozitívan, és most a média teljesen pozitív hozzásul, mutatják Amerikába, USA-ba és Kanadába, Dél-Amerikába, oroszok is teljesen pozitívak, akik ellenük voltak, Ausztrália, vietnámi, mindenhol pozitívan írnak, és hogy futurisztikus járművek, meg futurisztikus technológiát. Ami nekünk még nagyon fontos, ha itten kapunk munkát, ezt a neonvárost egy millió lakosságú és 170 kilométer hosszú, ezt 500 befektetés lesz, és ez már teljesen ki van projektírozva. Ha itten kapnánk valamennyit építkezésre, akkor ez egy óriási nekik is a meg általában az egész projektnek, mert ez pénzüleg is hogy be tudják mutatni a világnak egy ilyen mega projektbe, és építenek. Úgyhogy voltak, meglátogatták, és nagyon pozitívan vették. Az, hogy utazom, és írják alá a szerződéseket, mert tudjuk, hogy a lineáris városok is nagyon fontosak, mert ez is, ezek is óriási projektek. És azt is tudjuk, hogy ez a, mert a gazdag országok ezeket a lineáris okosváros, ahol nem lesz autó, nem lesz szennyeződés, hogy az emberek visszamenjenek a természetbe, de teljesen modern és zöld, hogy ez nagyon-nagyon fontos. Azt tudjuk, hogy a Mohamed Al-Kassimi, a sárgyai seik, és nagyon pozitívan vette, ő is meglátogatta. Ő azt hiszem már 83 évet, és akkor 130 kilométer ez a projekt, amit várjuk, hogy most jelentjük már hivatalosan, nem csak hogy aláírva, hanem már, hogy készítik az építkezést, 2 évre tervezik, és a városában is vannak ezek a 2-3 kisebb projektek, amit már az újságírók is emlegetnek meg a portálokon megjelenítik. Ez a teher és a 2 legfontosabb Sárgya és Kaurfakan kikötőt fogják ötni, is, most már ez is, csak le kell tesztelni, és megkapják a certifikátot, ugye, mert ez nem utasszállít, ottan a biztonság, még amit nem is meg a Skyway-nak, ottan könnyebben oda tudják adni, mert nincs veszély, hogy valaki megsebesüljön. Én gondolom, hogy ennyi próbálkozás meg tesztelés után nem is volt ugye egy baleset se, kivétel az, amikor a traktort ott felejtették és elindultak, de mondta Junicki, ugye Marina Gorkába, hogy az a traktor is nem kellett volna ott legyen, a városokban nem lesz olyan alacsony, hanem 6 méter a busz meg a kamion se nem érinti, úgyhogy és én örülök, hogy ezt becsületesen bevallották, megmondták minden, még képeket is tettek rá, nem akarták elrejteni. Van ez a projekt, ami a 7 repülőtért, ami 4,5 kilométer, meg a Jebel Ali port, az a kikötő, összekötni Dubaj és 10 projektról már beszélnek.
A Nadezhda Korsáreva kijelentette, hogy mind a 184 nap ott lesznek az expón, és 3 tonnás ez a makett, amit bemutatnak, és ezt most készítik. Azt mondta valamelyik nap a konferencián, hogy nem biztos, hogy még ezt a nagy 3 tonnást viszik oda, lehet, hogy készítenek egy kisebbet, tudja még, de egy ilyen 182 nap lesz ez a kiállítás. Itt több millió embert várnak, úgyhogy egy óriási, erre csak a kiállításra. Akkor meg az állomások, hogy néznek ki, ugye körül minden tisztaság, semmi szennyezi a körületet, bármilyen országokban lehet építeni, is városokba, zsúfolt városokba, ahol lehet látni itt ez az oszlop, ez 2 négyzetméter területen, az autópálya között fel lehet építeni. És ahogy szoktam, végére ezek a képek, amit most így bemutatunk, épp úgy, mint 2-3-4 évvel ezelőtt, mikor kezdtük a konferenciákat, katalógusokat mutattunk, és most már lehet látni, hogy igazán mennek. Nagyon gyorsan múlik az idő, de ez már az idén jövőre már ilyen képeket ugye Dubajba, később Abu Dhabiba fogunk majd látni. Nekünk meg az marad, hogy minél több részvényünk legyen, hogy megmaradjon osztalékra. Lehet, hogy a operát nem fogom többet használni, megmondom, és remélem, hogy a felvétel jó lesz, mert nálam semmit abszolút nem. Elnézést kérek, köszönöm szépen, hogy meghallgattatok. Szép estét, és jövő pénteken újra egymást.